Akkor el is kezdem az előadást a következő, hát nem tudom hány percben, majd meglátjuk, fizikai kísérleteket fogok bemutatni, és viszonylag későn kezdem az előadást, megpróbálom tényleg a leglátványosabb, legviccesebb kísérleteket bemutatni. Lesz egy-két olyan dolog, amit otthon is ki lehet próbálni, de talán most emiatt nagy részt olyanok lesznek, amiket azért otthon nem nagyon lehet kipróbálni. Egy nagyon egyszerűvel kezdem. Itt ez a szívószál, egy részén elvékonyítom, és a vékony részbe vágok egy háromszöget. Tehát arra kell vigyázni, hogy a háromszög a vékony részben legyen, de hogyha ez nem sikerül, akkor még utána vékonyíthatom, és a végéből levágok egy kis darabot. Így kapok két könnyen mozgó nyelvecskét, ezeket bejáratom, és ha közé fújok, akkor megszólal a duda. A magyarázat a következő, amikor a nyelvecskék közé fújok, ott áramlik a levegő. Van egy fizikai törvény, amiből következik, hogy áramló levegőben lecsökken a nyomás, ez a Bernoulli törvényből következik. Emiatt összezárodnak a nyelvecskék, ilyenkor megszűnik az áramlás, újra szétnyílnak, tehát elkezdenek rezegni, emiatt a levegő periódikusan jut be a szívószálba, és végeredményben ez adja a hangot, a szívószál pedig a hosszának tetsző hangokat felerősíti. Hallgassuk meg. Ahogy csökken a szívószál hossza, egyre kisebb hullámhosszú, egyre magasabb hangot hallunk. Persze nehezebb a helyzet, hogyha a saját hangunkat szeretnénk megváltoztatni. Nem jó módszer az, hogy a fejemben lévő üregeknek a méretét egy ollóval változtatom, viszont ugyanezt a hatást lehet elérni, hogyha a fejemben lévő üregekben a levegőt kicserélem olyan anyagra, amiben a hang máshogy terjed. Szerintem sokan sejtik, miről van szó. Ebben a lufiban olyan anyag van, amiben a hang terjedési sebessége eltér a levegőbeliétől. A fluorid ide levegőnél ötször nagyobb sűrűségű gáz. Benne a hang terjedési sebessége körülbelül 150 méter per másodperc. Ez jóval kisebb, mint a levegőbeli hangterjedési sebessége, és hogyha a fejemben lévő üregekben a levegőt ilyenre cserélem ki, akkor ez lesz a hatása. Valószínű, hogy néhányan nem erre számítottak, hanem erre. Ilyenkor egy picit szédül az ember. A hélium viszont a levegőnél kisebb sűrűségű gáz, benne a hangterjedési sebessége nagyobb, mint levegőben, és ezért ez lesz a hatása. Persze sokakban felmerülhet, hogy hát elváltoztattam a hangomat, ezért ha van... Jó, akkor... Nem, nekem csak az a kérdés, hogy a gáz... Tessék? A hélium előtti gáz az miért megy? Kénhexafluorid. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy én elváltoztattam a hangomat és leszeretne buktatni, azaz szeretne részt venni a következő kísérletben, illetve kipróbálni, hogy rá is hatnak-e ezek az anyagok, akkor első két jelentkező részt vehet. Egy. Nyugodtan gyere. Ilyen erős hangú jelentkezőket várok. Ha nincs más, egy is elég. Van még valaki? Jó, akkor gyere te is. Ebben hélium van, lehet látni, hogy felszáll. Ki szeretné a héliumot? Jó. Elmondom, mi a feladat. Ide állj, szerintem előre, és először normál hangon mutatkozz be. Jó hangosan. Mert kifújod a levegőt, és ennek a tartalmát jó mélyen letüdőzöd, olyan 5-6 másodperc alatt, tehát így jó mélyen, és utána természetes hangon jó pár mondatot mondj el, légy szíves. De igazából nem. Folytatom. Szóval ez nem egy idejavítás.
Köszönöm, Lufit elvihetted emlékbe. Jó, és akkor te is állj oda. Egy valamit szeretnék elmondani, én ezt nem tettem meg az előbb, egy kicsit szédülök is. Tehát ez egy nehéz gáz, nehezen megy ki a tüdőből. Ez azt jelenti, hogy amikor vége a... Tehát amikor már elmondtad, amit el szerettél volna mondani, akkor előre hajóval próbáld kiköhögni. Ilyen nagy... Jó? Nagy köhögésekkel, hogy megszabadulj tőle. Szóval akkor mondok pár utat, aztán majd visszézés, aztán majd... Van két olyan anyag, amit nagyon szeretünk használni, tehát ha valaki járt a Csodák Palotájában, nagy valószínűséggel találkozott ezekkel az anyagokkal. Az egyik egy szilárd halmazállapotú anyag. Pillanat. És kiszedek belőle először is ebbe a lombikba, és utána majd elmondom, hogy mi ez az anyag. Illetve van még egy lombik ebbe is. Rakok egy pár darabot. Gyors mozdulatokat kell végezni, egy picit hideg. Ez az úgynevezett száraz jég. A száraz jég nem más, mint a széndioxid nevű normál hőmérsékleten gáznak szilárd halmazállapotú változata, és nagyon találó a száraz jég elnevezés, ugyanis nem elolvad, meg lehet figyelni, hogy nem lesz nedves a tenyerem, ha lerakom, nem lesz körülött egy tócsa, hanem úgy mondjuk, hogy sublimál, szilárd állapotból azonnal gázhalmaz állapotba megy át. Meg lehet figyelni, hogy hát idézőjelben füstöl, ennek az a magyarázat, hogy nagyon hideg. Mínusz 78 fok körül van a hőmérséklete, és a nagyon hideg keletkező gáz kicsapja a levegő víztartalmát. A mindennapi életben is használunk széndioxidot. Ha fogok egy pohár vizet, és beledobok egy-két darab száraz jeget, ha nem is lesz tökéletes szóda, de mindenképpen szódához hasonló anyagot kapunk, hiszen a szódának is ez az alapanyaga. Nyugodtan lehet inni belőle, hiszen amit látunk felül, az megint csak a levegő kicsapott víztartalma. Az a baj, hogy most még nem elég hideg egyébként, meg nem is hasonlít még a szódára. Ez a hátránya, plusz még belemegy a köd az ornomba. Mindegy, ha már megígértem, iszom belőle. Na, tehát rendesen lehet inni belőle. Persze majd egy kicsit később azért jobb lesz. Ebben a lombikban is folyamatosan széndioxid gáz keletkezik, és ezt a gázfejlődést nagyon szépen ki lehet mutatni. Nem kell hozzá semmilyen különleges berendezés. Egyetlen lufi elegendő, figyeljük meg, és még elég kókat szegény, de kezd nagyon gyorsan magához térni, és látszik, hogy a keletkező gáz szépen felfújja. Tudja valaki, mi ez? Szerintem többen tudják. Mi lehet ez? Igen, ez egy üdítős palack, csak még nincsen felfújva. A következő kísérletet célszerű ilyenbe elvégezni, hiszen egy normál palack föl is robbanhat. Most beledobok egy-két darab száraz jeget, tudjuk, mi lesz a száraz jégből, széndioxid gáz, jön ki fölül, egészen addig, amíg el nem zárom az útját. Ha elzárom az útját, akkor elkezd növekedni természetesen a nyomás, és egy normál palacba végezve a kísérletet, akár föl is robbanhat. Szerencsére ez a tégely még nincs felfújva, nagyon erős, tehát nagyon erős a fala, rendkívül nagy nyomást el tud viselni. Tehát itt legfeljebb az lehet probléma, hogy a kupak lerepül, de maga a tégely az egybe marad. Ebben is folyamatosan széndioxid gáz keletkezik a száraz jégből, és nem csak hogy keletkezik, hanem kiszorítja a levegőt, mert nagyobb a sűrűsége, mint a levegőjé. Tehát állításom szerint itt ebben a lombikban már nem levegő van, hanem széndioxid. Hogyan lehetne bebizonyítani? A legegyszerűbb, hogy beledugom az orrom és megfulladok. Ezt elvetem. Mondjuk ez célszerű, hát ez nem, ide rakjuk. Szóljatok ilyenkor nyugodtan, mert tényleg itt a kupak, ha lerepül.
Mert én reflexben lerakom, hogy ne felém nézzen, de nyugodtan egyébként tényleg lehet szólni, mert minden nem tudok én sem figyelni, elég ha magamra. Tehát nem úgy fogom bebizonyítani, hogy megfulladok, hanem gondolkodjunk, mihez kell még. Ugye oxigén, az égéshez, tehát megnézzük, hogy végbe megy-e az égés. Hopp. Hát, majd erre visszatérek, csak tényleg ez fel tud robbanni, vagy a kupak lerepül. Ráadásul már látszik, amit szerettem volna megmutatni. Megjelent folyékony állapotban a széndioxid. Hogyan lehetséges ez? Eddig arról beszéltem, hogy nincs folyékony széndioxid. Igen, megnőtt a nyomás, és nagy nyomáson előfordul folyékony állapotban. Tehát így néz ki a folyékony széndioxid. Lehet, hogy valaki kíváncsi, hogy hogyan néz ki közelről, megpróbálom kiönteni az asztalra. Hát, nem nagyon sikerül. Ahogy lecsökken a nyomás, azonnal megszilárdul. Tehát valóban nem létezik folyékony széndioxid, csak nagy nyomáson, és ha lecsökken a nyomás, azonnal, látjuk, megszilárdul. Na és akkor most térjünk vissza erre a kísérletre. Mínusz 78 fok egyébként. Jó, tehát hideg, arra vigyázni kell. Ugye ég a gyufa, ég a gyertya. Na nézzük meg, hogy mi történik itt. Elalszik, tehát valóban itt nincs levegő, nincs oxigén, csak széndioxid. És lehet önteni is, mint ha vizet öntenénk, és elalszik a gyertya. Ez azért fontos kísérlet, mert boros pincében az erjedés során ugye keletkezik széndioxid gáz, és ha rossz a pince szellőzése, akkor összegyűlik a pince alján, és ha valaki óvatlanul lemegy, akkor meg is fulladhat, ezért kell gyertyával lemenni. Azért mutatom így a gyertyát, hogy mindenki lássa, de nem itt kell tartani, ugye? Nem jó itt tartani, mert akkor megfulladunk, de a gyertya esetleg még ég, hanem célszerű lent tartani, és elalszik a gyertya, ugye akkor ki kell jönni a boros pincéből. Úgy gondoljuk, hogy ezt mondjuk a könyökünkön jön ki, mindenki tudja, ennek ellenére azért minden évben többen szenvednek sérülést, illetve hát halállal végződő ügy lesz belőle, tehát tényleg ezt érdemes megjegyezni. A más nem az egész előadásból, ezt mindenképpen. Ennyit egyelőre a száraz égről, illetve a széndioxid gázról, és akkor nézzünk egy másik anyagot, ami ebben található. Sokáig úgy gondolták, hogy nem lehet folyékony levegőt előállítani, míg nem az 1870-es években sikerült cseppfolyósítani a levegőt. Hát ebben a tartályban, ha nem is folyékony levegő van, de hát idézőjelben majdnem, a levegő fő alkotó része, a levegő 78%-át kitevő nitrogén található benne cseppfolyós halmazállapotban. Tehát nem egy furcsa anyag, hogyha megfelelő géppel a teremben lévő levegőt cseppfolyósítanánk, hát mondjuk 1 köbméter 1,3 kg, nem tudom, hogy ez hány köbméter, mennyi lehet? Hát mondjunk egy számot. Ingatlan becslőni. 30 köbméter? Hát én inkább olyan 60-70-re tippelem, mert azért magassága is van. Mindegy, legyen 60 köbméter, az azt jelenti, hogy körülbelül 6 ilyen tartányi folyékony levegőt elő lehetne állítani a teremben lévő levegőből, tehát nem egy különleges anyag, csak hát megszoktuk, hogy a levegő gáz halmazállapotú. Mindjárt megmutatom, hogy néz ki. Jó, nincs senki zokniba, ugye? Jó. Tehát úgy, hogy mindenki cipőben van. Én nem mernék ott érdelni. Jó. Én is megpróbálom, úgyhogy nem öntsek ki túl sokat. Na nézzük meg, hogy néz ki. Igen, mert lehet, hogy ilyenkor megbotlok. Le is rakom, amíg előszedem. Na nézzük meg, hogy néz ki a folyékony nitrogén. Olyan, mint a víz. Szintelen szagtalan, sűrűsége is, hát majdnem megegyezik a víz sűrűségével, 10% eltérés van. Azonban megfigyelhetjük, hogy nagyon intenzíven forr.
Ennek az a magyarázat, hogy a nitrogén forráspontja mínusz 196 fok, tehát ez a folyadék mínusz 196 fokos. Miért nem fagy meg a kezem, ha ilyen hideg? Igen, ez egy kettős falu, ilyen termoszerű edény, két fala van, a falak között pedig, mi lehet a falak között? Vákum, igen, ez a vákumréteg véd meg a sérüléstől. Nézzük meg, mi van, ha valamit nem véd a vákumréteg, igen? Bocsánat, csak egy kérdés, hogy ha 28 g van a nitrogén moláris tömeg, és a levegő 29 g, akkor a gáz az miért lefele megy? Hogyha kisebb a sűrűsége, ugye? Tessék? Hogy lefele ment, lefele folyt a gáz idézőjelben. Ez a gáz... Ez a levegő kicsapott víztartalma. Levegő kicsapott víztartalma egyrészt. Másrészt, hogy a gázok sűrűsége azért a hőmérséklettől is függhet, ugye? Tehát két eset van. Egyrészt, amit látunk, de ez egy jó kérdés, mert sokan azt hiszik a száraz égnél is, hogy hát látjuk a széndioxid gázt. Nem. Tehát amit már látunk, az a levegő kicsapott víztartalma. Tehát az már más. Az, hogy maga a gáz az merre megy az elején, az egy... kérdés, de tényleg a sűrűségtől is függ. Tehát hiába itt a teremben lévő levegő, a keletkező gáz az azért hidegebb, tehát itt az egy picit utána kell gondolni, hogy merre megy, de érdemes mindent megfigyelni, tehát nem gond, nyugodtan lehet kérdezni. Na nézzük, mi van, ha valamit nem véd a vákumréteg, itt van ez a lufi, ugye, rugalmas. Azt fogom csinálni, hogy oda kidobom, és tapos, légy szíves rá, jó? Elég vastag a tap, ugye? Jó. Jó, oké. Na nézzük, mennyire marad rugalmas. Na ez lett a lufiból. Tehát ezen a hőmérsékleten bizony a lufi elveszti rugalmasságát, ridegé, törékenyé válik. Felmerülhet a kérdés, hogy itt van ez a... Ja, közben ebből egy picit kiengedek, mert nem akarom, hogy itt kiduranjon. Tehát felmerülhet a kérdés, hogy itt van ez a mínusz 196 fokos anyag. Láttuk, hogy mi lett a lufival. Okos dolog egy kísérletezni vele. Mi van, hogyha véletlenül rám csöppen? Tényleg mi van, rám csöppen a nitrogén? Tessék? Elég kellemetlen lenne egyébként mondjuk úgy kísérletezni, hogy mindig attól kell félni, hogy mikor fagy meg a kezem. Elárulom, hogy nyugodtan lehet kísérletezni. Tehát ha... mondjuk olyan kedven van, aki elkezdhetek fröcskölni, legfeljebb megijednek az előlülők, vagy pancsolni, és semmi baja nem lesz a kezemnek. Igen? Akkor azt megcsinálni, azt egy kísérletet, hogy a szájban veszik a folyékony nitrogén, és akkor kialakul ez a lévő gázréteg, és talán ki tudjuk folyni, és ilyen jégcsapot fújunk ki. Hogy ez nem semmi. Ne. Ha a Csodák Palotájában jártok, és olyan az előadó, akkor meg lehet kérni. Ez nem trükk, tehát meg lehet csinálni, én úgy vagyok vele. Na fölvesz, mindegy. Hülyeségnek is van határa. Tehát én úgy vagyok vele, hogy ezt azért inkább nem. Előfordulhat, hogy lenyeli valaki a folyékony nitrogént. Tehát nem trükk felvétel, nyugodtan szájba lehet venni, én nem csinálom. Tehát én úgy vagyok vele, hogy azért van egy határ. Egyébként, ha valaki eddig úgy gondolta, hogy tényleg nem lehet folyékony nitrogénnel érintkezni, de most ezek után szeretne belenyúlni, akkor van lehetőség. Még akkor töltök ki. És van olyan kollega például, aki lufit fölrobbant, és azt se fogok csinálni. De bárki belenyúlhat, jó? Jó, gyertek ide. A jelentkezők álljanak ide, mert jön egy ilyen biztonságtechnikai gyors talpaló, jó? Tehát érdemes feltűrni, és tényleg így belenyúlni, jó? Nem szabad fröcskölni vele. Ha valakinek belemegy a cipőjébe, nem fog itt nevető görcsöt kapni, az biztos. Tehát tényleg szerintem célszerű innen, hogy mindenki lássa, és ennél nem lassabban, jó? Tehát nem fröcskölni, nincs senkin gyűrű, ugye? Azt érdemes levenni, mert ha ott megül a kéz és a gyűrű között, az kellemetlen. Jó, tehát gyors mozdulattal, oké? Nyugodtan lenyúlhatsz az alják, csak gyorsan. Úgy, ugye nem történt semmi. Gyorsan, úgy.
Mindjárt elmondom, hogy miért lehet ezt megcsinálni. Hát gondoljunk bele, mi történik, amikor belenyúlunk. Ugye a kezünk érintkezik a folyékony nitrogénnel. Kettő között van egy hatalmas hőmérsékletkülönbség, emiatt a nitrogén forrása a kezünk körül rendkívül intenzívé válik, és azonnal kialakul egy vékony gázréteg. Ezt hívják Leidenfrost jelenségnek, és ez megvéd a sérüléstől. Közben ez a lufi megint megnőtt. Szeretném elkerülni, hogy kidurranjon, de nem úgy, hogy leszedem az elégsnasz lenne, hanem megpróbálok újra száraz jeget készíteni a széndioxid gázból. Ehhez nyilván hideg kell, a nitrogén megfelel erre a célra, tehát elkezdem hűteni a széndioxid gázt, és reményeim szerint újra száraz jég lesz belőle. Honnan tudjuk, hogy száraz jég lesz a széndioxid gázból? Hát összemegy a lufi. Ugye látjuk? Megy össze. De vajon mekkora lesz a végén? Tessék? Hát gondolkodjunk, ugye? A nagyobb sűrűségű széndioxid gáz a kísérlet elején már kiszorította a levegőt. Tudjuk, hogy nagyobb a sűrűsége. A széndioxid gázból száraz jég lett, tehát gyakorlatilag vákum keletkezett a lombikban, és így a külső levegő szépen benyomta a lufit, hiszen tudjuk, hogy a levegőnek nagyon nagy a nyomása, körülbelül 10 méter vízoszloppal egyensúlyt tud tartani, és ha nincs, ami ellensúlyozza, akkor bizony érvényre jut. Egyébként az, hogy mekkora a levegő nyomása, akár egy egyszerű gumilappal is nagyon jól lehet szemléltetni. Ha ide rakom, akkor meg lehet figyelni, hogy ugye az asztalt föl lehet emelni, hiszen alul nincs levegő, fölül van levegő, tehát gyakorlatilag a légnyomás csak fölülről hat erre a lapra, és egy ekkora felületen a levegő nyomása, most nem fogok hivatalos mértékegységben beszélni, mondjuk egy tonna. Tehát olyan, mintha itt lenne egy tonna. Nem nagyon lehet felemelni. Persze az alátét miatt azért nem egy tonnáról kell beszélni, de elég nagy. Nézzük meg, mi van, ha egy felfújt lufit hűtünk le. Most nem a lufi anyaga az érdekes, azt láttuk az előbb, hanem a lufi mérete. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan változik a lufi mérete, ha csökkentjük a hőmérsékletet. Hát gondolom mindenki tudja, hogy ha valamit lehűtünk, akkor mi történik vele. A gázoknál ez jól látszik, a többi anyagnál esetleg mérni kéne, összemegy. De persze nem tűnik el belőle az anyag, normál hőmérsékletre kerülve visszanyeri eredeti méretét. Egy picit a hangja megváltozott, de hogyha óvatosan nyúlok hozzá, akkor semmi gond nem történik. Eddig azt használtam ki, hogy hideg a nitrogén. Most azt szeretném kihasználni, hogy hevesen forr. Folyamatosan forrásban van, de ha találkozik egy melegebb anyaggal, akkor ez a forrás még hevesebbé válik. Hát keressünk itt meleg anyagot. Az a helyzet, hogy nagyon könnyű a dolgunk, a nitrogénhez képest minden meleg. A száraz jég is. Közben a lufi kijött. Hiába mínusz 78 fok a hőmérséklete, bizony a nitrogénhez képest ez egy magas hőmérséklet, tehát gyakorlatilag most a nitrogént ráöntöm egy magasabb hőmérsékletű anyagra. Nem csoda, hogy ilyen heves lesz a forrása, nagyon sok nitrogéngáz keletkezik, hideg nitrogéngáz, ami megint csak kicsapja a levegő víztartalmát. Egyébként a nitrogént ezért szeretik használni kísérletben mutatókon, a világ minden táján rendkívül könnyű vele kísérletezni. Tehát elég, ha kijönt az ember egy keveset, és az már jól néz ki, semmit nem kell csinálni, öntözge. Tényleg egyébként, ha valaki első előadására bemegy, és olyan ügyetlen, hogy mondjuk itt leesik, az nem túl izgalmas, de ha a kezében nitrogén van, akkor már rögtön más a helyzet. Kifolyik, meg is mutatom, hogy hogy néz ki. Tehát ilyen kis cseppek formájában szétgurul, egy kötfelő alakul ki, tehát már ez is jól néz ki. Arra kell csak vigyázni tényleg, hogy ne menjen túl sok a ruhára, vagy ne folyjon be a cipőbe. Most egy palacba töltök nitrogént.
A palacban megint csak hevesebbé válik a nitrogén forrása. Mikor lett festve egyébként? Mindegy most már. Tehát a nitrogén forrása a palacban nagyon heves lesz, jön ki fölül a keletkező nitrogén gáz. Most elzárom az útját. Szerintem te vigyázz onnan. Gyorsan ugorjál, úgy, jó. Megnő a nyomás, legyőzi a surlódást, és elrepül a palac. Nyílt térben akár föl is lehetne robbantani, azt most tényleg kihagyom. Viszont érdemes kipróbálni, mi van, ha a dugót lőjük ki. Csak az a baj, hogy itt van a szög, ez tényleg leveri a vakolatot. Nem baj. Mit lehetett megfigyelni? Azt, hogy a dugó nem indult el olyan gyorsan, és nem is jutott olyan messzire. Mi lehet ennek az oka? Hát nagyobb a tömege, tehát egész egyszerűen a fizika törvényeiből következik, hogy nem jut olyan messzire, és nem indul el olyan nagy sebességgel, mint a palack. Ezt leszedem, mert tényleg nem akarom, hogy kidurranjon, és ezt visszaöntöm a helyére. Most következik egy olyan kísérlet, ami nem mindig működik. Picit kényes a dolog. Egy pingponglabdát fogok a folyékony nitrogénbe belehelyezni. Másodpercig itt tartom. Egy érdekes dolog. Van egy ilyen oldalirányú lyuk a pingponglabdán. Amikor belerakom a folyékony nitrogénbe, a pingponglabdában lévő levegő összemegy, tehát lehűl összemegy, és a helyére nitrogén jut be a lyukon át. Amikor kiveszem, akkor a nitrogén intenzíven forr, nagyon sok nitrogéngáz keletkezik, és így oldalirányba kijön. Ilyen irányba kijön, másik irányba megpörgeti a pingponglabdát. Hogy miért repül föl, az egy kicsit bonyolult, a forgómozgásoknál azért hát, történnek furcsa jelenségek. Nem biztos, hogy igaz, amit elmondok. Tehát az a lényeg, hogy egyre gyorsabban forog, megy is föl a pingponglabdában a nitrogén szintje, tehát megváltozik a tömegeloszlása, és lesz egy olyan pont, amikor valószínűleg megváltozik a forgástengelye, és kifelé is irányul a cseppfolyós nitrogénből, illetve hát a nitrogéngázból, illetve a cseppfolyós nitrogénből, a kiáramló gázból és nitrogénből, tehát lefelé is irányul, és emiatt repül föl, de erre nem vennék mérget. Valószínű, hogy elég bonyolult lenne ennek a mozgásnak a leírása. Most pedig egy lombikba töltök nitrogént, és egy olyan gumidugóval fogom lezárni, aminek a közepén van egy vékony üvegcső. Ez még nem elég. Na nézzük. Itt is megnő a nyomás, és ez a nagy nyomás most az alul lévő folyadékot lőtte ki a csöven át a levegőbe, és ezek a nagyon hideg cseppek megint csak kicsapták a levegő víztartalmát. Maradék nitrogént kiöntöm ide a földre, lábakra érdemes vigyázni, és figyeljük meg megint csak, hogy ilyen kis cseppek formájában szétgurul, megint csak kialakul egy kötfelhő. Egyébként nagyon szépen összeszedi a koszt. Tehát nagyon jó erre a célra is, tehát erre a célra is használható. Akkor jöjjön egy egyszerű kísérlet. Tényleg otthon is ki lehet próbálni, kell hozzá egy cső. Itt a cső közepén van egy csap, de csap nélkül is működik a dolog.
Ezen kívül kell 2 darab lufi, csak így könnyebb bemutatni. Felfolyom az egyik lufit, fölhúzom a cső egyik végére, fölhúzom a másik végére a nagyobb lufit. Ennyi az előkészület. A kísérlet abból áll, hogy kinyitom a csapot. Mi fog történni? Tessék? Ki ért vele egyet? Két ugyanakkor a lufi lett. Ki nem ért vele egyet? Kicsi fújja fel a nagyot. Tehát érdemes kísérletezni, mert nem mindig az történik, ami első pillantásra logikusnak látszik. Viszont ha látjuk a kísérletet, akkor elkezdhetünk gondolkodni azon, hogy miért azt történt, amit láttunk, és ilyenkor már rá lehet jönni. Ki lehet számolni, nem fogom kiszámolni, előadás végén sem fogom ezt kiszámolni, de ki lehet tényleg számolni, hogy a kis lufiban nagyobb a levegőnyomás, mint a nagyban, és ezért onnan ment át a levegő. Nézzük még egy egyszerű kísérletet, amit tényleg otthon is ki lehet próbálni. Egy picit itt elpakolok. Hát egy picit bonyolultabb a dolog, de utána lehet nézni, csak tényleg nem annyira egyszerű. Tényleg otthon is ki lehet próbálni. Itt egy gyufáskatuja, rajta egy pohár víz. És a feladat az, hogy szedjük ki úgy a gyufáskatuját a pohár alól, hogy nem nyúlunk hozzá a pohárhoz, és nem borul fel. Hogyan lehet ezt megtenni? Kinek van ötlete? Na, hogyan lehet kijuttatni? Kinek van ötlete? Hát... fogunk valami alapos hátet, és így nekiindulunk a... Tehát tényleg egy gyors mozdulatot kell végezni. És meg lehet figyelni, hogy úgy repült ki a gyufáskatuja, hogy nem lett vizes az asztal, hiszen ilyenkor a súrlódási erő nagyon rövid ideig hat, és ilyen rövid ide alatt alig változik meg a pohár mozgásállapota, tehát gyakorlatilag ott marad, ahova letettük. Egy kísérletet szeretnék még bemutatni, hogy legyen egy olyan, ami egy picit a modern fizikához kapcsolódik. Itt megint egy hajszállal többet fogok magyarázni. Az 1870-es években sikerült folyékony nitrogént előállítani, de volt egy anyag, ami nagyon sokáig ellenállt a cseppfolyósítási kísérleteknek, ez a hélium volt, 1908-ban sikerült csak cseppfolyósítani, viszont akkor egy nagyon fontos felfedezésre jutottak, rájöttek arra, ez egy Nobel-díjat ért, hogy a higanynak a folyékony hélium hőmérsékletén 0 lesz az elektromos ellenállása. Felteszem a kérdést, hogyan nevezik azokat az anyagokat, szerepel a tankönyvben is szupravezető, aminek 0 az elektromos ellenállása. Az a probléma, hogy a folyékony hélium nem olcsó dolog. Viszont 1986-ban sikerült előállítani úgynevezett magas hőmérsékletű szupravezetőket, ez is Nobel-díjat ért, egyébként az elméletért is kaptak Nobel-díjat. Tehát olyan anyagot sikerült előállítani, aminek az elektromos ellenállása 0-ra csökken a folyékony nitrogén hőmérsékletén. Ezek az úgynevezett magas hőmérsékletű szupravezetők. Ez egy ilyen, és az a jó, hogy tényleg folyékony nitrogénnel le lehet hűteni. Itt van ez az erős mágnes, elkezdem közelíteni a szupravezető felé. Hát sok minden nem történik, ugye? Sok minden nem történik, de hát még nem is hűtöttem le. Csak most elkezdem majd lehűteni. Tehát még egyszer, az egy magas hőmérsékletű szupravezető, tehát folyékony nitrogénnel le lehet hűteni, ez azért ugye jó dolog, valaminek 0 az elektromos ellenállása, azért energiát elég gazdaságosan lehet továbbítani. Hopp, megint túlöntöttem. És tényleg most nem kell folyékony héliummal, hanem 1986 óta folyékony nitrogénnel is le lehet hűteni. 1-2 perc, amíg lehűl. Addig nézzünk egy kísérletet. Melyik legyen? Legyen ez. Külföldön nagyon népszerűek a tudományos játékok, és ez az egyik kedvencem.
annak ellenére, hogy a bemutatásakor elég sokat kell mondjuk vacakolni vele. De most van idő, amíg lehűl a szupravezetőnk. Most egész szerencsénk van. Ott lebeg a mágnes. Hát a magyarázat nagyon leegyszerűsítve, ebben van egy mágnes, maga a pörgetű is egy mágnes. Ezek taszítják egymást, és ebben a pontban a taszítás megegyezik a gravitációval. Tehát lényegében egy ilyen egyensúlyi helyzet alakul ki. Azért azt sejtetjük, hogy egy mágnes fölött nem tudunk egy másik mágnes megállítani, leesik. Valamit stabilizálja a helyzetet. Mi stabilizálja? A forgás. Tehát ha valami forog, akkor az stabil. Persze, egy idő után lecsökken a forgása, és szépen leesik a kis játékszerünk. És akkor közben lehűlt. Egyébként lehetne még, tehát nagyon kényes lehetne a súlyokat állítani. Örültem, hogy rögtön elsőre, ez rendkívül ritka. Nem akarok most 5 percet azzal játszani, hogy tényleg 2-3 percig fönn maradjon. Na nézzük meg. Megint elkezdem közelíteni a mágnest. Ugye mindenki tanulta már, hogy a változó mágneses tér elektromos teret kelt maga körül. A 12-esek biztos, 11-esek, már most még lehet, hogy nem. De várjunk, nem. Tanult tizedikbe, összekeveredtem. Jó, tehát elkezdem közelíteni a szupravezető felé. Változik a mágneses, nagyon leegyszerűsítve megint csak, változik a mágneses tér, és bármilyen furcsa, ebben a szupravezetőben emiatt áram indukálódik. Igen ám, csak mivel szupravezető, ez az áram nem szűnik meg. És ennek az áramnak a mágneses tere egész egyszerűen fönntartja a szupravezetőt. Ugye látszik, ott lebeg. Nem szereti, ha megpróbálom közel nyomni, de azt se szereti, ha megpróbálom elvenni. Itt is fönt van a mágnes. Meddig marad fönt vajon? Hát amíg fel nem melegszik, mert onnantól kezdve pillanatok alatt megszűnik az áram, hogy nem nulla az ellenállása, és leesik a mágnesünk. Ez azért fontos kísérlet, mert léptennyomon lehet hallani szupravezetőről összekapcsolva a mágneses lebegéssel. Erre kell gondolni, az úgynevezett Meissner effektusra. Én a mostani előadáson ennyit szerettem volna elmondani. Mindenkinek köszönöm a figyelmet.